Nők lapja arra a kérdésre keresi a választ, hogyan ismerkednek a mai fiatalok. Régebben nem néztem jó szemmel a házassági hirdetéseket, amelyek szerint kicsit sokat tökéletes ember, kezdi a cikkíró. Csupa magas, csinos, kisportolt, önzetlen férfi és nő. Nehezen tudtam elképzelni, ha ez mind igaz, miért vannak egyedül. Ma már toleránsabb vagyok. Elhiszem, hogy vannak fiatal, csinos lányok, de társaság hiányában nem találnak társat. Nincsenek bevált formák. Nem az a fontos, hogy a véletlen, a hirdetés vagy a közös társasághoz össze, hanem az, összeillenek-e, de ez csak menet közben derül ki. Nőkkel azért képtelenség összeismerkedni, mert irigyek. Férfiakkal pedig azért, mert vagy nincsenek, vagy annyira rámenősek, hogy a bemutatkozás után azonnal előadják céljaikat. Hallottam Évától, a 47 éves intelligens asszonytól. Irigylésre méltóak a fiatalok, lazák, könnyedek, előítéletektől mentesek. A középkorúaknak és az idősebbeknek nehezebb. Más szokások élnek a falvakban, a kisvárosokban, mások Budapesten, a személyes különbségekről nem is szólva. Nincs recept. Hogy melyik változata jó, azt mindig az adott szituáció dönti el. Atina Russellt a világ leggazdagabb, ám legmagányosabb gyermekeként emlegették. Beváltak-e ezek a jóslások? Ezzel foglalkozik a Képes Európa egyik cikke. Hogy a leggazdagabb, ahhoz ma sem fér kétség, hiszen nagyapja, Arisztotle Onassis 500 millió fontos vagyonának örököse. Megvan rá a remény, hogy boldogabb élet vár rá, mint amilyen édesanyjáé volt, aki 1988-ban tragikus hirtelenséggel halt meg. Krisztina Onassis halála után a kislány apjához került. Az apa új házasságából 3 gyermek született. Atina így népes családba csöppent, ami igen jó hatással van rá. Kedves nézőink, híradónk ezzel véget ért. Megköszönöm az önök figyelmét. Viszontlátásra. Egyet mondok. Kettő lesz belőle. A kincstári takarék egy akár egy. Akár 2 éves futamidőre is megvásárolható. Biztonságos, mert az állam garantálja. Kincstári takarék egy. A postán. Kettő van belőle. Új, egyedülálló vitaminics nyomelem összetételével a felnőtteknek a béres vitalin, a gyerekeknek pedig a béres vitakit pesgőtabletta segít, hogy mindig jó formában legyenek. Akár csak új formájuk, a béres vitalin és vitakit drágó tabletták. Még az ízük is új. Honnan van bennük ennyi vitalitás? Béres vitalin és vitakid. Elemi egészség minden formában. Pirosan izzik a felkelő nap, mint a tű, amely pirosan lobban fel. Piros, a Dauegberts karaván színe. Mit vár az ember egy biztosítótól? Legyen tőkerős, korrekt, biztosítási kínálata pedig teljes körű. De hová forduljon az, akinek mindez egyformán fontos? AXA Kolónia Biztosító. 150 év tapasztalata. Európa legnagyobb biztosítási csoportjának biztos pénzügyi háttere. Gyors, megbízható kárrendezés. AXA Kolónia Biztosító. Tipp és tett Európa legnagyobbjának biztonságával. Startol a Lays autólász. A zacskóban chips, ajándék, talán autó. Keresse a puzzle elemeit. Ha összeállt a kép, küldje be és indulhat a következő heti Lays futamon. A 10 Ford Ka összdíjazású versenyen vajon ki lesz az első befutó? Lays. És nyersz. A holdra szállás problémájával a tudomány még legalább 200 évig nem fog megbirkózni. Science Digest, 1948. Mi az ABN AMRO Banknál abban hiszünk, hogy ami tegnap lehetetlennek tűnt, holnap valósággá válik. Másképp ma alig ha lehetnénk a világ egyik legjelentősebb és Hollandia első számú bankja. A Magyar Hitelbank új tulajdonosaként az ABN AMRO már Magyarországon is több mint 70 bankfiókkal és egyre színvonalasabb szolgáltatásokkal várja Önt. ABN AMRO Bank. Napról napra többet nyújt.
Szedhet A, B, C vitamint, kalciumot, magnéziumot, egyéb vitaminokat és ásványi anyagokat. Vagy szedheti a Centrumot. Egy teljes értékű és jól kiegyensúlyozott tablettát 30 fontos vitaminnal és ásványi anyaggal, amely segít megőrizni egészségét, akár egy láthatatlan védőburok. 30 fontos vitamin és ásványi anyag naponta egyetlen tablettában. Centrum. Teljes értékű tabletta. Jó egészség. Most elmesélem neked, mitől olyan lágy a méga. Fenn az Alpokban, ahol kék az ég és zöld a fű, ott élnek a kedves méga tehenek. Gazdáik szeretettel gondozzák őket, és cserébe a tehenek nagyon finom krémes tejet adnak. Hát ezért van az, hogy a Milka a leggyengédebb ízű csokoládé. Milka. A leggyengédebb kísértés, mióta csokoládé létezik. Kedves nézőink, remélem továbbra is velünk tartanak. 1 óra 35 perckor ismételjük meg Popsarok című műsorunkat. 1 óra 55 perckor a Szóba zárt, 2 óra 25 perckor pedig az Élő Egyházat. 5 órakor és 6 órakor híradóval jelentkezünk majd. Most pedig az éjszaka filmje kezdődik. Ez egy amerikai játékfilm, melynek címe Az utolsó napnyugta. A főszereplők Rock Hudson és Kirk Douglas.